Hellókák! Ez itt az ígéretes titánok új kísérleti underground kibeszélője a fű alatt, méghozzá ez az első adásunk, úgyhogy a bakikért nagyon nagy elnézéseket kérünk, nem nagyon fogunk vágni, élőben megyünk, illetve most élőben vesszük fel. A mai első vendégem Beke István. Sziasztok! Alias polgári nevén Bex, és őt az Iván and the Parazol nevű zenekarból ismerhetitek. Viszont a beszélgetésünket nem ezzel fogjuk kezdeni, illetve kicsit, hogy is mondjam, összetetten kezdenénk, hogy ugye van a zenekar, de te amellett a zeneiparban is ügyködsz. Gyakorlatilag azt kell még tudni, hogy minden második zenekar, vagy minden harmadik zenekar, az ígéretes titánok ott föltűnik, ő a úriember, aki elkészíti, segítkezik a lemezeikben. Úgyhogy talán kezdenénk azzal, hogy hogy csöppentél bele, és hogy alakult, hogy zene plusz háttérmunka, melyik volt előbb, vagy ez hogy alakult? Alapvetően a zenei képzés az én általános iskolás korban kezdődött, amikor elkezdtem zongorázni, tanulni, szolfézsre járni. Utána zenépályát akartam választani, és a Szent István Király Konziba menni. Zeneszerzés hangtechnika szakra, de aztán végén gimnáziumba mentem, viszont minden mellett még jártam még további 4-5 évig zeneszerzés összhangzattalra, és ott egy eléggé masszív ilyen komoly zenei képzést kaptam, amit könyvzenén is tök jól föl lehet használni, és 2001-2 környékén, amikor elkezdett terjedni a hálószoba stúdiózás, a PC alapú hálószoba stúdiózás, az egyik ilyen szaktársam az egyetemen alapított még gimnázium alatt egy harmadik résznemű zenekart, amit HR-nek rövidítettünk a végén, és szépen otthoni Nuendo-val, meg Cubase-zel kezdve elkezdtük a 800-as Celeronnal fölvenni azokat a számokat, amiket mi később kiadtunk, mert úgy gondoltuk, hogy igyekszünk fölülni ahhoz a feladathoz, hogy ne kelljen elvonulni stúdióba, ne kelljen tök sok pénzt elkölteni erre. Most nyilván a srác elköltött irgalmatlan mennyiségű pénzt, mert akkor egy 16 csatornás hangkártya az vagyonokba került. Ismerős helyzetek, igen, abszolút. A mikrofonszettek is eléggé drágák voltak akkor, és akkor így egy ilyen padlásszával elkezdtük a harmadik részen felvenni az anyagainkat. Többszörös tagcserék voltak, de alapvetően egy ilyen LGT és funky keverékű alternatív magyar zenekereket csináltunk, amivel eljutottunk egészen a szélhetőfűsági napoknak a második nagy színpadáig, aztán a zenekar feloszlott, és akkor 2010-ben, amikor megalakult a Parazol, akkor már volt körülbelül annyi hátterem ezzel ott a 7-8 év alatt ilyen home stúdiózással, hogy akkor már az első anyagokat elkezdtem a Parazolnak fölvenni, és akkor úgy nagyjából kikristályosodott azt, hogy milyen szoftverekkel, milyen géppel, meg milyen dolgokkal fogok dolgozni. De akkor gyakorlatilag nála kezdett, mondjuk onnan indult, hogy szerettétek volna olcsóban összehozni a történetet, mert kell stúdióba menni, vagy inkább... Tehát szerettünk volna többet molyolni rajta. Tehát azt, hogy ne azt legyen, hogy oda menjünk, és azonnal föl kell játszani, mert rögtön valami kb. Konkrét készanyagot kihozni, hanem azt, hogy molyoljunk rajta, nézzük meg, hogy tapasztaljuk, hogy hogyan működnek egyes pluginek, már akkor megjelentek, és hogy hogyan lehet ezt az egészet úgy fölépíteni, hogy nagyjából jól hangozzék. És akkor itt kapcsolódunk is a következő kérdéskörhöz, témához, hogy ugye láttuk itt, hogy az elmúlt bő évtized magyar underground szempontból egy kifejezetten, hogy is mondjam, virágzó időszaka volt ez az elmúlt bő évtized. Te hogy látod, hogy egyébként hogyan alakul a magyar zeneipar? Vannak, hogy fölfutásnak vagyunk most éppen a tanúi, vagy vannak hullámvölgyek? Hát nem felfutásokról, meg hullámvölgyekről beszélek, hanem inkább csak inkább trendekről. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy a 2000-es évek elején, amikor beindult ez a Britpop, vagy az indie henger, akkor nagyon sok zenekar elhitte, hogy olyasmi lehet, mint az Arctic Monkeys, olyan stílusban kezdtek el játszani, ami alapvetően gitárcentrikus. Most úgy érzem, hogy egyes zenei szoftvereknek az elterjedésével inkább az elektronikus zene kezd előtérbe kerülni, és minden mellett a hip-hop is eléggé jön föl, mint a rock és a pop mellett egy ilyen harmadik ilyen mai zenei műfaj. De minőségben, tehetségben, hogy látod? Ez mindig érdekel. Tehát, hogy azt már most kifejezetten, hogyha ugye most az eszközök olcsóban hozzáférhetőek, gyakorlatilag otthon most már nagyon jó dolgokat meg lehet csinálni,
összehasonlítsátok a 90-es években, az katasztrófa volt. Ahhoz képest, tehát megőrültünk volna egy laptop férésre, egy keverőért, de hogy látod, hogy itt a tehetség és az, hogy a lehetőségek azok hogy alakulnak? Vagy ez egy kicsit ilyen mindig voltak, mindig lesznek? Nem, szerintem az hogy egyre több eszköz érhető el, az nem jelent, nem hozza maga után azt, hogy azok az emberek, akiknek megvannak az eszközeik, azok ne lennének kreatívabbak, vagy ne lennének azok a személyes nyitatások, vagy az a tudás mögötte, mert nyilván, hogy azokkal az a felszerelés, amivel én mondjuk zenekaroknak készítek LP-ket, az hát egy ilyen kb. Egy középkategóriás valami. Uh-huh. Tehát, hogy nem azért kerestek meg engem, mert hogy ezt nem lehetne otthon azokkal az eszközökkel megcsinálni, hanem mert valamilyen tapasztalatom ez alatt a pár év alatt, ami mondjuk egy kezdőzenekarnak mondjuk nem adatott meg. Uh-huh. És akkor sokkal könnyebben lehet dolgozni, hogy én megmondom, hogy tulajdonképpen mikor hogy játszanak, és alapvetően a számoknak a megírásától kezdve így kb. Babuzsgatom ezeket a zenekarokat, ugyanúgy elmegyek próbákra, ugyanúgy megcsináljuk a dolgokat, megcsináljuk azokat a számstruktúrás feladatokat, összehozatlanilag rendbeszedjük a dolgokat, megpróbáljuk úgy megoldani, hogy legyen valami ilyen kicsit ilyen megkapó jellege a számoknak, és akkor úgy vesszük föl. Ha már kezdő zenekarokról beszéltünk, és te tényleg nagyon sok zenekart látsz, és nagyon sok zenekar került ki a kezeid közül, legalábbis anyagai kerültek ki a kezed közül. Tökre érdekel, hogy persze tudjuk, hogy nincsen recept arra, hogy egy kezdő, tehát hogy mit kell betartanod, és akkor van lehetőséged, van opció, de nagyjából azért azt már úgy be lehet lőni, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre tökre érdemes odafigyelni, hogyha kezdő zenekar vagy, és azért szeretnél valamit kezdeni, szeretnél egyről a kettőre, vagy egyről a másfélre lépni. Vannak ilyen? Az a probléma, hogy erre nincsen recept, mert mindegyik zenei műfajnak más csatornákon lehet elindulni. Tehát régen mondjuk a Petőfi Rádió, amikor még eléggé az Anyor Anőgradból táplálkozott, akkor egyszerű volt kvázi a recept. Mi is a Parazollal nagyon sokat köszönhetünk az akkori Petőfi Rádiónak, és hogy olyan számainkat játszották, amik később slágerek lettek, és tulajdonképpen mind a mai napig nagyon sokat köszönhetünk ennek a lehetőségek. Mivel a mai nap ez már nem annyira elérhető teljes, és az online felületek meg sokkal virálisabbak, sokkal többen hallgatnak Spotify-on zenét, vagy valami ezt hasonló, akkor ezért azokat a csatornákat kell meglovagolni. De erre nincsen recept, mert ezek évenként, 2-3 évenként változnak azt, hogy mit lehet csinálni. Nyilván a zenekar mostanában akár egy kezdő zenekar, de akár a nagyobbak is nem feltétlenül a lemezeladásokból élnek, hanem sokkal inkább a koncertezésekből. Ezért elsődleges szempont az, hogy a koncertek legyenek úgy a helyükön, hogy ne legyen bakik benne, a frontember az ne legyen pösze, vagy van ilyen dolgok, hogyha van körülmények, egy profi produktumot lássa. És hogyha, ugye én is már azért megfordult nálunk is pár zenekar itt az elmúlt 4 évben, írtunk pár zenekarról, és láttunk jó pár karriert elindulni, stb. És azért van egy olyan szegmens is a dolognak, hogyha egy zenekar egy picit megugrik, tehát van tudod egy kiugrás, akkor láttunk már olyat, hogy hát egy kicsit túlméretezik az ő sikerüket, és így gyakorlatilag el is tűnhetnek egy pillanat alatt sajnos a sülyeztőben. Szerinted például akár az esetetekben is, amikor van egy megugrás, és látjátok, hogy hupp, most szintet lépett a zenekar, akkor vannak olyan dolgok, hogy akkor most mikre érdemes jobban odafigyelni? Szerintem nem gondolom egyébként, hogy megugrás az így, ez egy létező dolog, mert nagyon sokan megkérdeztek tőlük is, hogy mikor lehet híres a zenekar. De ez inkább ez egy folyamat, aminek a következő lépéseit, azokat vagy rá kell érezni. Nagyon sokszor mi sem úgy gondoltuk a következő lépés, hogy hogy most beküldjük ezt a számot, hogy a Petőfi Rádió, vagy ezt a koncertet, és akkor iszonyatosan híresek leszünk, hanem ezek valahogy így jöttek, és valahogy mindig ráéreztünk arra azokra a momentumokra, amiket nekünk el kell vállalni, és meg kell csinálni. Nagyon ismerek én is olyan zenekarokat Magyarországon, amik nagyon hamar, nagyon híresek, vagy hát nagyjából jártak, hírességé váltak, de nagyon sokat számít az, hogy a zenekaron belül legyen egy olyan összetartó erő, ami ezt az egész vonalat képes előre mozdítani, meg képes felvállalni. Tehát, hogy alapvetően nálunk Iván egy nagyon-nagyon
intelligens és jó frontember, aki ezt a helyzetet a helyén tudja kezelni. De vannak olyan zenekarok, ahol ez nem működik ennyire flottul, nem működik ennyire gördülékenyen, és nagyon sokszor a személyes konfliktus azáltal, hogy a zenekar jobban előre térbe kerül, ezek a személyes konfliktusok, ezek elmérgesednek, és sokszor emiatt lesz vége egy zenekarnak. Ilyenkor egy gyors közbevágásom, szerinted akkor demokrácia vagy diktatúra? Hát szerintem kompromisszum. Uh-huh. Tehát, hogy mindenkinek... Úristen, én most itt leírtam magam. nem, tehát, hogy ez nyilván ez nem sarkítani kell egyébként, hanem mindenki próbálja észrevekkel meggyőzni a másikat, hogy miért de kell egy vezető egyébként? Hát inkább elfogadunk vezető. Tehát mindenkinek, nem például a zenekarban, mindenkinek megvan a saját feladata, hogy ki miért felel. És mondjuk nekünk máznénk is van ilyen szempontból, hogy mindenki igyekszik szakemberé válni abban a feladatban, amit elvállal. És ezáltal, hogyha mondjuk marketing ötlet van valami, például a mi zenekarunkkal kapcsolatban, akkor egyértelműen a Sinire hallgatunk, mert ő ezzel foglalkozik polgári szakmájában is. Nyilván, hogyha bármi olyan ötlete van, hogy, ami mondjuk a zenekar megjelenésével, vagy grafikai munkáival kapcsolatos, én vakon megbízok bennük, mert ahhoz én meg nem értek. Tehát, hogy ami megtörténik, azt így elfogadom, hogy ő ért hozzá, és nem akarok olyanokat belepofázni, amihez mondjuk kb. Semmi közöm. De így is így egy egységes egészként lépünk tovább, mert a zenekar az nem attól lesz szerintem zenekar, hogy valami egységet sem, hanem mindenki beleteszi azt, azt az egyéniségét, amitől a zenekar így egésznek tűnik. Tehát de nem az, hogy mindenki ugyanolyan, hanem mindenki különböző, és ezzel próbálunk előrelépni. Akkor kicsit a Parazolnál maradunk. Ugye azért nektek itt az elmúlt időszakban volt Los Angeles-i stúdiózás. Hogyha megkérdezzük az underground színát, sokan azt mondják, hogy hú, igen, a Parazol az egy ilyen, hogy is mondjam, igazodási mérték, tehát, hogy figyelnek benneteket. Nálatok ma már hogy van, hogy tudtok, tehát hogy pozitívba fordult az a folyamat, hogy nem csak ti tesztek állandóan bele, hanem ebből van már, hogy is mondjam, valamennyi... Tehát anyagi profitra gondolsz. Igen, például. Az meg egyébként szakmai is. Hát az anyagi profitot azért kell fenntartásokkal kezelni, mert simán meg lehet azt szerintem csinálni a Parazol, hogyha nem szeretnénk tovább, hogy nem szeretnénk az álmainkat kergetni, akkor valószínűleg meg lehetne belőle úgy élni, hogy nem kell emellett más kvázi polgári szakmákat csinálni. De mivel szeretnénk tovább lépni, egy kicsit Magyarországon is túlra megnézni, kipróbálni, hogy egy magyar zenekar lehet esetleg külföldön sikeres, ezért is mentünk Los Angelesbe fölvenni az anyagainkat, ezért is próbáltunk egy elismerte producerrel dolgozni, és ezek ugye nyilván eléggé tetemes kiadások voltak a zenekar részéről, de nyilván ugye a bázisuk az Magyarország maradt, de ezek miatt, kiadások miatt, meg hogy mondjuk egy európai turné se annyira megtérülő, tehát hogyha mondjuk az ember mondjuk egy Paradízóval játszik 200 embernek, akkor nem biztos, hogy az anyagilag megtérül úgy, hogy az a 200 ember tudja finanszírozni azt a, mit tudom én, azt a 3000 kilométeres buszutat, vagy valami hasonlót. Nyilván igyekszünk befektetőket, vagy esetleg szponzorokat, vagy ilyesmi dolgokat találni, hogy ez anyagilag megtérülő legyen, de még nem találtunk, és igyekszünk ezt mind saját forrásból megvalósítani. Tehát, hogyha azt mondanám, hogyha megálltunk volna azon a helyen, hogyha mondjuk a harmadik albumnál, aha, és azt próbálnák kvázi kivéreztetni azt a fajta stílust, akkor a zenekar az szerintem egy igen gyorsan leszálló pályára kerülne, mert ugye az, amit ez a zenei pálya, szerintem ez egy folyamat, és nem lehet azt csinálni, hogy valahol megállunk, mert jönnek utánunk, meg vannak előttünk, és ha megállsz, akkor megelőznek, és ha nem te lesz ennek a stílusnak a úgymond hogy kivára gondolva az ikonja, vagy úgymond ez a fő zenekara, hanem akkor előtérbe kerülnek olyanok, akik utainkat követik, de megelőznek. Tehát mindig valahogy van egy. Én ezt nagyon rosszul használva, kicsit előre menekülésnek érzem, de mennünk kell, mert ezt... Mert hogyha szeretitek, akkor annyira nem előre menekülni. Itt beszéltél, hogy ugye Magyarország a bázis, de ugye külföldi karrier lehetőség is, és ugye ez szerintem a magyar, meg nem csak a magyar, hanem úgy általában a nemzetközi zenének egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen nagyon
alapkérdése, hogy ugye a dalszöveg kérdés, tehát hogy például az esetünkben ugye magyar vagy angol, és ugye azért látjuk, hogy ti is lavíroztok a kettő között. Ez nálatok hogy dőlnek el ezek a dolgok, rádiós lejátszásokra gondolunk például, ugye, ilyesmi? A rádiós lejátszás az egészen addig nem volt annyira gond, amíg magyar zenének az minősült, amit magyar előadók játszottak. Uh-huh. Most már az minősül magyar zenének, amit magyarul adnak elő. Uh-huh. Igen. Ezáltal azok a zenekarok, akik magyarul próbálnak valamilyen, vagy magyar zenekarként próbálnak valamilyen nemzetközi stílus követelmények miatt is akár angolul énekelni, vagy egyébként más nyelveken, ez külföldi zenének minősül a rádiós lejátszásokban. Elég katasztrófa van. És ez együtt kell élni. Nekünk mi úgy érezzük, hogy a magyar zenére azért, vagy a magyar nyelvű szövegeinkre mindenképpen fogékonyabb a közönségük, mint az angol nyelvűre. De az is egyértelmű, hogy a stílus, amit játszunk, az alapvetően angol száz gyökerű. Uh-huh. Angol száz lüktetésű, erre nagyon-nagyon-nagyon nehéz ráhúzni a magyar nyelvet. És nyilván teljesen más struktúrára épül fel a két nyelv. Ezért kell olyan zseniálitásnak lennie, mint például Adam is a mi stílusunkban, Ródi János, aki például szövegeket ír. Mi nem tartunk azon a szinten még, hogy milyen jó minőségben a szöveget tudjunk írni, és aztán nem akarjuk annyira komercializálni a szövegeinket, hogy veszünk a dalszöveget át, és beleírjuk, hogy szerelem, meg hogy hiányzol, stb. Uh-huh. És hogy akkor abból biztos sláger lesz. Uh-huh. Szóval igyekszünk valami mondani valót átadni, hogy legyen azért a szövegnek is egy valami művészi értéke. Uh-huh. De hogy amikor terveztek, akkor van, hogy akkor ez magyar legyen, vagy ez igazából... Iván írja a szövegeket, uh-huh. és szerintem ami a számnak a felépítéséből, meg lüktetéséből adódik, akkor arra megnézzük angolul, megnézzük magyarul, melyik tetszik jobban, melyik az, amelyik esetleg jobban megfog minket, és akkor úgy készül magyarul vagy angolul. Nyilván azért van angol túlsúly egy picit, mert hogy amit mondtam, hogy a zenénknek a lüktetése az inkább angol száz nyelvre hajaz, másrészt meg szeretnénk ezt a fajta zenénket megmutatni külföldön is, ott meg inkább a magyarság az inkább egy ilyen szín, inkább egy kuriózumként valósul meg. Annyian a külföldi koncertek utolsó szám, hogy ez mindig valami magyar nyelvű szám, hogy lássátok, ilyen is van egyébként. Uh-huh. És így a beszélgetésünk első szekciójának befejezéseképpen, hogy mi vár rátok, mi lesz Parazol fronton, mi az, ami most ilyen nagy dur lehet, vagy amire március, érdemes figyelni. Március 22-én jelenik meg az albumunk az online felületeken. Uh-huh. Aztán május 3-án lesz lemezbemutató koncert az Akváriumban, és közte meg lesz egy európai túr, egy hétállomásos európai túrni Angliában, Franciaországban, Hollandiában és Németországban. Szóval kedves magyarok, akik... Londonban élnek. Igen, például, vagy Berlinbe mentek. Berlinbe is megyünk. Igen, például a berlini magyarok, vagy Franciaországban, Párizsi magyarok menjetek Parazol koncertre. Igen, ez egy jó dolog, de igyekszünk nem esni abba a hibába, amiben nagyon sok olyan zenekar esik, hogy kimenek... valahol a külföldre, és ott az otthoni magyar házakban lépnek föl. Tehát igyekszünk ezt a csapdát elkerülni, mert tulajdonképpen az egy önbecsapás, mert ugyanúgy magyaroknak játszunk, hogy Magyarországon lennél, csak nyilván a világban szétszórt magyarok, hogy meg szeretnénk egy kicsit szélesebb közösségre is szólni, pont ezért éneklünk angolul is, és majd lesz nekünk valamikor július elején egy 4-5 állomásos amerikai turnék is visszatérünk Los Angelesbe, lehet San Diegóba is, és akkor igyekszünk ott is elmutatni magunkat. Na, és ugye a műsorunknak az a szekciója, hogyha remélhetőleg nem fog letiltani minket a Facebook, de hogy minden egyes... Nem trágárkodtunk. Nem a trágárság miatt, hanem más miatt, de hogy ugye minden vendégünk hoz nekünk egy videoklippet, amit most meg fogunk nézni, és ezután majd beszélgetünk róla, és megkérdezem, hogy te mit hoztál nekünk? A Marla Grandó nevű zenekartól hoztam a Minden pont jó című klippet. Lássuk! Honnan nézzem a képedet?
szín, amit élvezek. Valahol benn rejtik a rétegek, elfedik lassan az érdekek. Régóta már fel sem merül az a kérdés, hogy egymásból mi kell, és mi az, ami fáj. Ébren semmi egyszeri, különösebb érzés, nincsen bennem más, csak ugyanaz a vár. És közben unok mindent, úgy elárulnálak, az felpörgetne minket, azzal felszabadítanálak. Mert sajnos minden pont jó az elmúlt időben, és már nem is látszik a bék jó, elmosódik a tükörben. A laposat, a csúnyát, a széleset, aki vétkezett, aki kétkedett, vedd a szememről a két kezed. Felocsúdni arra, hogy közeleg a végszó, nem nagy botrány, de kicsit fura a hatás. Már azt hittem, nincsen a kezemen a végjó, már azt hittem, nem a tied a lakás. Tévedtem. És közben unok mindent, úgy elárulnálak, az felpörgetne minket, azzal felszabadítanálak. Mert sajnos minden pont jó az elmúlt időben, és már nem is látszik a vég jó, elmosódik a tükörben. Megnézte ezt a kiváló videoklippet, miért őket választottad? Személyes kötődés, vagy egyéb, vagy munka? Alapvetően ez egy friss zenekar, ez az első klipjük, ami megjelent, de a srácokat már régebb óta ismerem. Ők alapvetően egy veszprémi zenekar, és 2010-11 környékén Plumis Falling néven ilyen reggi típusú zenét játszottak, vagy reggi jellegű zenét játszottak, és 2011-ben a Dűred őszi fesztiválon ők játszottak volna az Airi Mafia előtt, de egy érdekes csavarra sikerült elintézni, hogy a Parazol legyen az Airi Mafia előtt, és mivel alapvetően a szervezésben voltak késések, meg csúszások, ezért mi kaptuk meg az Airi Mafiának a 900 fős közönségét, amiatt egy picit megorrolt ránk a Plumis Falling, olyannyira, hogy fel is oszlottak, mindenki elment dolgozni, majd amikor a így... A koncert után? Nem, nyilván majd feloszlás után, és olyan 2018 környékén a gitárosuk, aki most a Lucy Jáciknak az egyik ilyen ródja, meg gitártechnikusa, meg tourmenedzsere, megkeresett, hogy újra alakult a zenekarnak, és szeretnek zenélni, és hogy fölvennének egy 5-számos EP-t, vagy egy albumot, amiben most először egy 5-számos EP lett, és másfél évig dolgoztunk az anyagon, mert szép közben, hosszú idő. Igen, szép hosszú idő, közben történtek olyan dolgok, hogy a gitárszólót azt 74-szer játszottunk föl, ilyen két etapban, aztán végén itt sikerült kikapcsolni az agyamban azokat a dolgokat, hogy felvétel elindít, leáll, és közben nem venni tudomást arról, hogy mi folyik körülötte, mert tulajdonképpen nem én döntöttem, hogy jól sikerült a feljátszás, hanem az Árcsika, és
és aztán énekesváltás történt, újra vettük a dobokat sokszor, és de szerintem a végén egy egész faszanyag lett egyébként belőle. Na, hát ez volt, kedves titánkák és kedves nézőink, ez volt a Fű alatt első adása. A Beke Istvánnak nagyon szépen köszönjük, hogy hogy is mondjam, jelenlétével emelte a show fényét. Én köszönöm a meghívást. És tartsatok velünk, jövő héten jövünk a következő beszélgetéssel. Ciao. Sziasztok!